Köszöntöm a kedves nézőket! A mai háttér első részében a ceglédi mentőállomás elmúlt egy hónapjáról fogunk beszélgetni, de ez nem teljesen igaz, hiszen egy picit messzebbre is visszamegyünk, hiszen július 1-én kapta meg a kinevezését a mentőállomás új vezetője, Szaliszinyó Ferenc, aki most jár először itt nálunk stúdiónkban. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz! Én is köszöntöm a tisztelt tévénézőket és tisztelt műsorvezető urat. Hát kérlek szépen, azért nem újdonság ez számodra, ez a terep nyilván. Mióta vagy itt a ceglédi mentőállomáson? Így van, én 22 évvel ezelőtt kezdtem dolgozni a ceglédi mentőállomáson, akkor még mentőápolóként, majd elvégeztem a főiskolát, így lettem mentőtiszt, mentőtisztként dolgoztam 8 évet, és hogy az Otto nyugdíjba ment, igen, ennek kapcsán ugye írták ki a pályázatot, és itt pályáztam én úgymond sikeresen, és lettem én a mentőállomás vezetője július 1-jel, tehát 2020. július 1-jel. Igen, ez megtörtént. Tehát ugye Ottót említetted, Lovas Ottót, ő is gyakori vendég volt itt, és ugye közben volt egy interregnum, mondhatni egy olyan időszak, amikor nem volt kinevezett vezető, megbízottként Tóth Balázs dolgozott, de hát mind a ketten azt hiszem, hogy olyan kollégáid, akikre támaszkodhatsz. Ez a múlt azért nyilván valami alapot ad arra, hogy te elindíthattad a te időszakodat július 1-én. Igen, nyilván így van. Az a 22 év csak hagyott nyomot bennem, tehát valamilyen szintű belátásom, belelátásom magába a működésben nyilván volt, bár más az elmet és más a gyakorlat. Értem ez alatt a, mondjuk nevezzük, irodai munkának, igen, részét. Nyilván a mentés része az nem változott ettől függetlenül, de hát azért az irodai munka az egy kicsit, hogy is mondjam, ismeretlen terep volt számomra, de nyilván a Balázs is sokat segített abba, hogy úgymond beletanuljuk ebbe, illetve az Otto is nyilván. Igen. Hát ők is, ahogy igen, elmondták mind a ketten annak idején, hogy hát nem az a legkedvesebb része a munkájuknak, amikor a papírok fölé kell görnyedni, vagy épp a számítógép előtt kell ücsörögni. Hát szerintem nem azért lesz valaki mentő, hogy a papírok fölött. Na, de hát azt is el kell végezni, azt a munkát. És nyilván ahhoz, hogy zökkenőmentesen működjön. Igen, igen, ez így van. Hát végül is alapvetően mi a mentésért mentünk oda dolgozni. Igen. De hát hozzátartozik effektíve ez is, hisz a működéséhez kell azért a mentőszolgálatnak, hogy ilyen jellegű feladatok is elvégezve legyenek. A különféle munkahelyeken, amikor jön egy új főnök, mondjuk, akkor egy szemléletváltás is szokott bekövetkezni. Nem tudom, mennyi lehetőség van mondjuk egy mentőállomásnál, úgymond idézőjelben szemléletváltásra, hogy kell-e egyáltalán? Hát alapvetően a mentőszolgálat működése attól, hogy élettem a vezető, nyilván nem változik. A feladatkörünk, azok a tevékenységek, amiket végeznünk kell, azok nyilván nem változnak. Ami változás jön, az mondjuk talán azt gondolom, hogy az én személyemből adódó dolgok lehetnek. Értem ez alatt az, hogy még az Otto mondjuk hangsúlyosnak tartott valamit, nem biztos, hogy én azt tartom annyira hangsúlyosnak. Ez nem feltétlenül baj véleményem szerint. Tehát inkább az én személyemből adódó változás lehet, ami megjelenik itt ebben a történetben. A kollégákkal, akikkel, hát sokukkal valóban már 22 éve együtt dolgozol, meg vannak nyilván újabbak is. Megváltozott a viszony azóta? Hogy érzed? Hát erről inkább talán azért őket kellene megkérdezni. Nem. Nem és igen. Értem ez alatt az, hogy nyilván, hogy az ember egy ilyen pozícióba kerül, akkor muszáj, legalábbis én úgy gondolom, hogy muszáj, hogy is mondjam, egy lépést hátrébb lépni. És ezt nem feltétlenül rossz értelemben mondom, de valahogy mégis azt kell elérni, hogy amit az ember mond nekik, az bizony meg legyen csinálva, úgymond. Így van, így is mondhatjuk, hogy parancs, de egy kicsit finomabban akartam fogalmazni. Igen, igen, de alapvetően azt gondolom, hogy azért nem kell, hogy megváltozzon, nyilván ehhez kell a másik fél is, hogy ezt úgymond tudja kezelni. Igen. Hát nyilván sokat számít az, hogy azért hosszú évek óta együtt dolgoztok már, és nem ejtőernyősként érkeztél mondjuk erre a pozícióra, hiszen akkor azért nehezebb lenne nyilván összecsiszolódni, de hát mindenkit ismersz, tudod mindenkinek a határait, a képességeit, tehát ez nagyon-nagyon fontos. Különösebb átszervezésre ezáltal nem került sor, ugye? Nem, nem.
Ez az biztos, hogy azért a fiatalabb korosztályhoz tartozó, még akkor is, hogyha 22 év rutinod van, és talán a mai kor gyorsan változó viszonyait könnyebben tudod kezelni. Pozitív változásokra is gondolok akár, hiszen azért, ha csak visszagondolsz a te elmúlt 22 évedre, hogy a mentés technikai feltételei mennyit változtak például, ugye, és ezek állandóan, szinte napi szinten hoznak újdonságot, ezeket meg le kell követni. Igen, ez így van. Hát nyilván, ha visszagondolok a 22 évvel ezelőtti kezdési időszakomra, rengeteget változott maga a mentés. Akár a mentés technikai része, akár a gépészeti része, tehát gondolok itt az autókra. Manapság nagyon felgyorsult a világ, nagyon gyorsan változnak akár protokollok, akár mentés technikai eszközök, mármint értem azt, hogy gyorsan jönnek be az újdonságok. Ami nem feltétlen baj, de hát az embernek ezt követni kell elég rendesen. Tehát, hogy is mondjam, figyelni kell arra, hogy mik is változnak. Én vagy mentálmás vezetője, egy nem lehet soha elégedett azzal, ami éppen van a mentálomáshoz, akárhol is dolgozzon, Svájctól kezdve akárhol, nyilván mindig van valami, amit szeretnél. Most vannak olyan konkrét célok, amiket úgy szeretnél elérni, hogy egy technikai fejlesztés, akár személyi fejlesztés, stb. Vannak ilyen kitűzett céljaid? Megmondom, hogy azt mondom, hogy egyelőre ilyen jellegű nincs. Én azt mondtam a kollégáimnak az állásvezető értekezeten, hogy én nekem egy célom van, ami most megjelent, hogy egy olyan közösségnek a kialakítása, ahova érdemes legyen bejönni. Úgy jöjjenek be oda a kollégák, hogy azt érezzék, hogy itt szívesen töltik az idejüket. Bár nyilván ez az Otto idejében is megvolt, szerintem, meg szerintem ez az Otto is erre törekedett. Így van. De én is ezt fontosnak tartom, mert azért ennek a munkának, bár szerintem minden munkának nyilván vannak nehézségei, vagy nehéz pillanatai, és hogyha az ember már úgy jön be, hogy nem szívesen, akkor ezeket a nehézségeket még nehezebben viseli. Márpedig ezek jönnek. Így van. Ezeket ugye szeptemberben is, még van néhány percünk, azért picit tekintsünk vissza valóban az elmúlt egy hónapra, amiben, hát emlékeim szerint, ha nem is folyamatosan, de voltak olyan hetek, amikor rettentő sok közlekedési baleset történt, és ez nyilván lecsapódik nálatok. Igen, ez így van. A szeptember hónapot, ha megnézzük, jelentősen megemelkedett a közlekedési baleseteknek a száma, levetítve mondjuk az elmúlt hónapokhoz. Értem az alatt nyilván akár autóval, autókerékpárral, autógyalogossal. Igen. Sajnos ugye tragikus kimenetelő is volt benne, konkrétan ugye a 441-esen történt balesetnél. Talán érdemes erről elmondani, magáról erről a balesetről, hogy sajnos ez nem csak a balesetben áldozatul esetteknek nehéz úgymond feldolgozni ezt, hanem nekünk mentő dolgozóknak is. Hiába van rutin. Így van. Tehát ugye ez egy tömeges szituáció, ami ott kialakult sajnos. A kiérkező mentőegységnek, az első mentőegységnek ráadásul szortírozni is kell, úgymond, vagy rangsorolni kell a sérülteket, és azért az emberben mindig megjelenik az, hogy mindenkiben segít, vagy mindenkin segítene, segíteni szeretne, de hát ez egy ideig elég nehéz történet. Amíg legalábbis úgymond aránytalanság van az ellátók és az ellátandók között. Hogy mi az oka ennek a sok balesetnek, azt azért ugye elég nehéz megmondani. Biztos a figyelmetlenség, a türelmetlenség, mindenki rohan mindenhova. Jó, a frontok is jöttek-mentek. Így van, a frontok csak is beleszólhatnak. Csak hát ezzel tisztában kéne lenni annak is, aki hát közlekedésbe belép. Így van. Nyilván én tanácsként azt tudom mondani, hogy egy kicsit legyünk türelmesebbek. Igen, tudom. Szerintem ez a világnak a hozadéka egyébként. Mindenki rohan mindenhova, gyorsan csináljunk mindent, és hát ez magával hoz szerintem ilyen jellegű történéseket is. Lehet, hogy valaki elhatározza, én most türelmesen fogok közlekedni, aztán az első kalamajkába belekeveredik, és utána nála is elgurul a gyógyszer, ahogy szokták mondani, és akkor már ő is kiabál, ő is ideges, ő se figyel úgy, és akkor persze sokkal hamarabb megvan a baj.
Hát bizony, és tényleg, amit említettél is, hogy ne higgyük azt, hogy a mentők bármit kibírnak, mindenféle károsodás nélkül, lelki károsodás nélkül, tehát főleg, hogyha a gyerek a szereplője ezeknek a baleseteknek, akkor az biztos, hogy sokkal nehezebb. Nyilván erre is oda kell figyelned vezetőként, hogy amikor bent vannak, visszajönnek a fiúk, akkor egy kis lelkiápolásra is nyilván szükség van. A jól emlékszem, mert egyébként ott is beszélt annak idején, hogy amikor visszaér egy mentőegység az állomásra, akkor úgymond ösztönösen, szerintem legalábbis ösztönösen elkezdenek beszélni a bent lévők magáról az eseményről, hogy mi történt, hogy volt, stb. Tehát ez egy ösztönös, hát hogy is mondjam, könnyítése a dolgoknak. Ki kell beszélni, ugye? Így van, tehát így van. A pszichológusok így van, is mondják, így van, hogy... de emellett egyébként az Országos Mentős Szolgálat ugye rendelkezik pszichológussal, akinek igénybe lehet venni a segítségét ilyen esetben. Igen. Úgyhogy ez rendelkezésre áll. Hát, kedves Szalisznyó Ferenc, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Most egyelőre ennyit, a következő találkozásainkkor már jobban az elmúlt egy hónap eseményeire fogunk fókuszálni. Most egy kis bemutatkozó beszélgetés is volt ez, és hát, ahogy szoktam mondani, jó és kevés munkát kívánok nektek. Mindenkinek az a jó, amikor ti bent vagytok. Igen, így van, köszönöm szépen. De azért találkozunk legközelebb, és a tanulságos esetekről fogunk beszélgetni. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.